Ha olaszországi nyaralás a téma, akkor sokan gondolnak a kozmopolitán és vári utazási irodára. Nem véletlenül a sok éves tapasztalat, a tudás és az a fajta gondos odafigyelés az utazás szervezését illetően, ez mind-mind jellemző rájuk. Vendégünk Kozma Kati, a kozmopolitán és vári utazási irodától. Szervusz Kati, nagyon köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Szervusztok, én is köszönöm a meghívást, üdvözlöm a nézőket is. Mutasd be nekünk kérlek az irodát, hogy pontosan mivel foglalkoztok, milyen utazásokat szerveztek, kik is vagytok ti valójában. A Kozmopolitán én vári 8 évvel ezelőtt egy szakmai baráti szövetségből indult. Olaszországra specializálódtunk, de természetesen nem csak Olaszországot áruljuk, hiszen télen ez mondjuk egy kevésbé keresett desztináció, de tavasztól őszig lényegében itt minden megtalálható, ez a mottónk is, minden, ami olasz. Vagyis az adriai apartmanoktól a toszkán villákon át a 4-5 csillagos szállodák, mind megtalálhatók a palettánkon, de ha valaki Olaszországot mondjuk az ízei keresztül szeretné megismerni, akkor személyre szabottan csinálunk gasztrotúrákat, borkóstolókat, szoros együttműködésben a kinnélő magyar idegenvezetőkkel, de lehetőség van Ferrari tesztvezetésre, vagy Ferrari bérlésre, vagy Toszkánában Veszpán kirándulni, régi Cinquecentóval, esküvői lekéréseink is vannak. Kozmopolitán minden, ami olasz. Nagyon jó. És egyébként mennyi időt töltesz te kint Olaszországban, vagy jellemzően inkább innen dolgozol, és néha kimész felügyelni a Én jellemzően terepet? Itt vagyok. Uh-huh. Tavasszal és ősszel nagyon sok utazási vására kapunk meghívást, amire általában én megyek el. Ez abból a szempontból nagyon fontos, hogy személyes kapcsolatokat tudunk ápolni, illetve új kapcsolatokat építeni. Sőt, az adott régióba mindig újabb és újabb területeket megismerni, hiszen Olaszországnál nagyon fontos tudni, hogy mivel nincs charter, nincsenek kitelepített idegenvezetők, nincs asszisztencia, nagyon fontos, hogy legyen egy olyan helyel, nyelvi biztonsággal rendelkező kapcsolattartó, aki bármilyen probléma van, mindig tud segíteni, és ez nálunk így akkor adott is. Nemrég érkeztél vissza Nápolyból, ne félj, békén, ha csak éppen beporozza azt a levendulát. Nemrég érkeztél vissza a Nápolyból, mik a tapasztalatok, mik a friss élmények? Fantasztikus volt, teljesen feldobottam tőle, nagyon hiányzott már Olaszország, és ami nagyon pozitív élmény volt, hogy még azon a részen is, ahol már egy kicsit úgy fásultabbak az olaszok, a rengeteg turista miatt, most nagyon kevés a turista, és ettől annyira boldogok, amikor meghallanak valakit, aki nem olaszul beszél, hogy folyamatosan mosolyognak, kedvesek, nagyon segítőkészek, de tény, hogy nagyon kevés még a turista. Mennyire érzed rajtuk, mennyire látod rajtuk ezt az időszakot, hogy esetleg megtörte őket, a kedvüket szekte az, hogy most nem volt turizmus, hogy azért ez egy nehéz időszakot mindenki számára, és az olasz életérzés, az a temperamentum azért az elég jellegzetes. Látszik, de hát nem tudnak kibújni a bőrükből. Azért ott a tenger, ott a napfény, nekik van egy nagyon komoly családi és közösségi életük, ami azért most, hogy visszatérhettek ehhez, túllendíti rajtuk őket. De nagyon fontos, ami engem meg is lepett egyébként pont Nápolynál, hogy nagyon betartják a szabályokat. Annyira nem akarnak újra bezáródni, igen, szépen magyarul megmondva, hogy én amikor kint voltam, akkor még kötelező volt ugye a maszk használat kültéren is. Hordják a maszkot, jó, picit lehúz, kicsit csalnak, de abban a pillanatban, ahogy egy méter, másfél méteres távolságba érsz, nem szólnak, de úgy néznek rád, hogy akkor te is hordod. Igen. Hála Istennek ez mondjuk most már megszűnt, tehát kültéren most már nem kell maszkot használni, csak beltéren, de ott is, ahogy leülsz, leveheted, kedvesek, aranyosak, mosolygósak, mindenkinek csak ajánlani tudom. Nagyszerű. A magyar autósok körében a legnépszerűbb az olasz Adria. Mi jellemzi most a beutazást, milyen feltételei vannak, illetve van esetleg olyan praktika, amit mindenképp ajánlanál a magyar utasok számára? Hát praktika nem igen. Tehát amit olvasunk ugye a sajtóban, meg nagyon sok helyen, illetve a Facebookon is nagyon sok kinnélő magyar osztja, hogy nincsenek ellenőrzések, gyere bátran, stb. Ez megint egy ilyen olasz sajátosság. Az olaszok általában úgy ellenőriznek, hogy amikor probléma van, vagy ha valami történik, teljesen adhok jelleggel, de a szabály a szabály. Tehát ami le van írva, az be kell tartani. Jelen pillanatban azért azt látjuk, hogy ezek folyamatosan enyhülnek, ezek a szabályozások. Most már ugye a maszkhasználat nincs. Ha valaki kimegy Olaszországba és be van oltva,
egyelőre EU-s oltásokat fogadnak el, azoknak már nincsen semmilyen korlátozás, angol nyelvű oltásigazolást kell vinni, illetve a konzuli szolgálat oldalán megtalálható az az applikáció, amit most már egyébként minden EU-s országba ki kell tölteni ahhoz, hogy beléphess az országba, azért, hogy tudják, honnan jöttél, hol fogsz lakni és megtaláljanak. Repülővel is ugyanezek a szabályozások vannak, de tény, hogy a határokon nincs olyan szigorú ellenőrzés, hogy ez napi szinten, napi 24-ben működne, de meg kell csinálni. Persze, nyilvánvaló. Idén nyáron a lemondhatóságban, illetve a módosíthatóságban van bármi változás, esetleg egyszerűbb lesz most ebben a helyzetben? Hát ez megint ugye olaszos. És ezzel mindent elmondtál. Igen, tehát ezt az olaszok... Igen, és meg nem is. Igen, mert hát az olaszok is úgy vannak vele, hogy nem akarják elveszíteni az utasokat, tudják, hogy ezt meg kell, hogy tegyék. Vannak szigorúbb szabályozások, van, amikor enyhébbek a szabályok, akkor mondjuk magasabb árakat kérnek, de akkor is, hogyha eddig is, amikor történt valami, én mindig azt mondtam, hogy a pénz nem vészel, csak átalakul, mindig engedték ingyenesen átfoglalni, segítettek abban, hogy lehessen, mondjuk vouchert adtak ahhoz, hogy akkor a következő évben föl lehessen használni. Én úgy látom, hogy idén már azért ezzel nincsen probléma, ha valaki lemondja az utat, akkor 99%-ban most már vissza tudjuk a pénzt is szerezni, ami azért egy nagyon komoly haladás. Ezért vagyunk, ezért dolgozunk, és ők pedig nagyon szeretnék visszaszerezni, illetve megtartani a turistákat, nem érdekük, hogy ez ellen dolgozzanak. Nyilvánvaló. Van esetleg olyan desztináció, olyan hely, amit most mindenképp ajánlanál? Gondolok itt arra, hogy esetleg kevesebb most a turista is, hogyha megint visszatérünk a régi kerékvágásba, és megint úgy igazán özönlenek majd az emberek, akkor esetleg nem tudunk abban az élményben részesülni, hogy most esetleg hová érdemes mindenképp elmenni. Hát amit keresnek ugye az Adria, itt csak megnyugtatásképpen mondom, hogy például a tengerparton eddig 10 négyzetméter volt egy napernyőre jutó terület, azt már tavaly is fölemelték 16 négyzetméterre, ott is folyamatosan fertőtlenítenek és odafigyelnek az egészségügyi szabályozásra, de ha valaki tényleg tart attól, hogy nem szeretne sok ember közé menni, akkor Toszkánát tudnám javasolni. Toszkánában vannak azért olyan lehetőségeink, amik nincsenek elvetemült áron, megfizethető, ott egy agriturizmusban, egy apartmanban, vagy egy baráti társaság, vagy ha több család utazik együtt, kibérelnek egy kis villát, és akkor ott a saját maguk kis milliójében el vannak, kis medence, kirándulásokat tudnak tenni. Igen, gasztronómiában tudunk is segíteni, hova menjenek, mit csináljanak, Toszkána talán. Nézd, most nagyon kedvet kaptam hozzá, nagyon köszönöm, Kati, hogy itt voltál. Ez fantasztikus, és hát irány Olaszország.